Szerencsénkre szépen megvilágítja ezt a díszablakot. Ez kinek a műve? Darvasnak hívják a képzőművészt. Mi volt itt régen? Gyönyörű szecis ablak volt. Azért került ide, mert az elpusztult? Vagy szándékosan? Ez szándékos, itt minden szándékos volt. Ez egy korszerűnek vélhető kiállító terem, galéria. Havonta cseréljük az itt lévő kiállítást, csak kvalitásos kortárs kiállításokat tartunk. Rádióban kizárólag klasszikus zenével foglalkoztam, itt pedig minden műfaj az enyém. Nem csak a klasszikus zene, hanem a könnyű zene is. Irodalom, színház, film. Ez egy konecsni pannó körbe, amit van, ez festmény. A 901, mondtam, hogy 901-ben alakult a klub, ez azokat az időket idézi groteszkül. Van egy elég nagy és elég jó használható pódiumunk, amelyen hangversenyek, színházi előadások vannak. Több mindenre alkalmas ez a terem. Meg kell mondanom, hogy van itt egy nagyon nagy értékünk. Ez a Hinz Goblen. Ez Velencében nagy díjat nyert Goblen. Azon kevés műtárgyak egyike, amelyik még megmaradt. Eljöttünk ide a csúcsra. Ez a terem, ez eredetileg, ez bárnak készült. Rózs, 7 darú volt, megölte belőle 4-et, maradt 3, élő vagy halott? Élő. Itt egy ilyen 60 fős kamaraszínházi lehetőség van, és itt játszanak is rendszeresen. Csutóba beszélgetünk, mert a próbát nem akartuk zavarni, de Krisz László rendezésében próbálnak éppen. Magában az architektúrában az a szép, hogy ez egy aranyfüst lemezes kupola. Bakchanália van körbe. Szerintem sok fiatalnak élmény itt lenni, és az előadásainkra is, amikor eljönnek, akkor általában mindig visszajönnek, mert olyan pluszt nyújt nekik maga a helyszín is, meg remélhetőleg az előadás is, hogy visszajönnek.